röviden tudnál mesélni magadról? Hát, megpróbálok röviden, bár tényleg elég mozgalmas az életem, elég sok minden érdekel, sok mindennel foglalkozom. Lehet úgy mondani, hogy életművész vagyok. A munkáimmal viszont szerencsém van, mert mindegyikben kérhetem a kreativitásomat, és rugalmasan végezhetők akár számítógéppel szinte honnan, ről. Igazából hát az egyik nagy hobbim, ugye, amit már említettél, hogy ami elsősorban érdekelne, hogy ez a cosplay, és jelmez készítés. Hát ez is már jó pár éve foglalkoztat engem, de így igazán komolyan mostanában az elmúlt egy-két évben álltam neki, mert hát van egy modellkedéssel kapcsolatos munkám, ahol ez jó a kreativitás, és ahol előre mutathatom a jelmezeimet, és adok ez egy kis lökést a dolgokhoz. Elsősorban, ha már cosplay, akkor főleg ezeket a különlegesebb témákat szeretem. Szeretek saját karaktereket kitalálni, szoktam történeteket is írni, és abból egy-egy karaktert megcsinálni cosplayben. És nagyon szeretem ezeket a népi témákat, ilyen természethez kapcsolódó karaktereket, például amit itt rajtam. Láthatsz. Ez a legújabb kreálmányom, bár megpróbálok kicsit hátrébb menni, hogy kicsit előrébb tudom a dobozt. Nem tudom, hogy mennyire állítsam messze a kamerát. Például az amazoniai. Most én vagyok a kertünkben, itt a háttérben bambuszok láthatóak. Leginkább erre a felidészre vagyok büszke, ezzel volt a legtöbb munka. Volt régen egy... Ezeket a mitológiai karaktereket is szerettem, egyszer Medúzát is cosplayeltem. És annak a felidészét alakítottam át. Mindenféle áramfogókat, szalagokat, tollakat, gyöngyöket rögzítettem, illetve ilyen kis homlokdíszem, amit szintén átalakítottam, és azzal ötvöztem. Igazából hát ami azt illeti, talán ami kicsit közelebb hozott ezekhez a különlegesebb témákhoz, annak, hogy érdeklődöm különféle kultúrák, népcsoportok iránt. Volt olyan cosplay-em is, ami például mongolos nomádos volt, ezt az arborétumban fotóztuk be egy ismerősömmel. Hát részben talán azért is állnak közel hozzám a különféle kultúrák, mert hát én is vegyes származású vagyok, tehát rólam nagyjából azt kell tudni, hogy elég nemzetközi a családunk, tehát ázsiai és európai oldalról is van bennem, összesen amennyire tudom, hatféle népcsoport. Az egyik pont ugye a mongol, de még erősen van bennem a japán, egy picit a kínai, és európai oldalról pedig jó részt a magyar erős, úgymond bennem, és van még egy pici horvát és román is anyai ágról. Úgyhogy aztán hát az a helyzet, hogy tavaly úgymond hát férfihez mentem, de sajnos még csak ezt a tanúsesküvőt tudtuk megcsinálni, még van egy nagy dobásom, itt a cosplay-el kapcsolatban a legnagyobb dobásom. Az esküvői, a rendes esküvőt, hogyha megcsináljuk, azt mondjuk a természetben, és gyönyörű, szép, szárnyas, tündéres esküvőt tervezek már magamnak, hogy abban leszek. És ahol most lakok, ugye most már én Sárvárra költöztem,
Régen Szombathelyen laktam sokáig, de a világon több helyen is van hazám. Laktam már Hollandiában is, meg hát ugye elég nemzetközi a családunk, úgyhogy több fele húz a szívem. De most itt élek, és itt vagyok jól a Szerváron, itt a párommal, és a gyönyörűséggel élek. Szép nagy kertes házban, és itt a kertben vagyok. Szép bambuszok vannak. Ültetve gondoltam ebben a jó időben, akkor talán jobb lenne, mint benne a házban, mint kicsit kint megtartani ezt a beszélgetést. A jó levegőm, meg itt a háttér is szebb, szóval megérjük a megérjük a szélyemhez. Igazából nem is tudom, még sok mindenről mesélhetnék, mi az, amire az ember leginkább érdekelne. Hogyan csöppentél bele a cosplay gyerek világába? Hogyan? Hát ugye jó részt, ugyan a legtöbben is Japánon keresztül. Nekem ugye az annyi könnyebbség volt, hogy nekem a származásom is talált, részben japán származás vagyok, talán onnan is a véremben hoztam a japán animációs filmeket, képregényeket, illetve a divatot. Van sok olyan cosplayem is, ami kapcsolatos. Régebben, amikor még kezdő voltam, akkor csináltam gyakrabban olyan karaktereket, amik ugye már létezőek és nem originálok. Például Inuyashát és megformáztam annó, akkor pont a frizurám is passzolt hozzá, mert én ez is színűre volt elől befestve, és ilyen tépet volt a fazonja. Úgyhogy igazából adva volt a dolog, hogy kapcsolatba kerülök ezzel a cosplayes világgal. Aztán ugye annak még sokáig Szombathelyen laktam édesapámmal. Ott volt egy ilyen kis közösség, akik egy ilyen japános animés kis közösség, oda bekapcsolódtam, és örültem neki, hogy hasonló érdeklődésű emberekkel találkozhattam. Aztán kicsit beindult a dolog, tehát most már nem csak Pesten lehet akár cosplayezéssel, vagy japánnal kapcsolatos rendezvényekbe botlani, hanem most már itt vidéken is egyre több van. Szombaton is megjelentek az első ilyen kis konok. Na, oda kezdtem megcsinálni az első cosplayeimet, jelmezeimet. A legelső időszakban volt egy karakter, ami ugye már létező, például az Inuyashát megcsináltam, meg a koriban nagyon erősen hatott rám az a japán divatta, tehát énekeseket is volt, hogy cosplayeltem. És akkor, ahogy egyre inkább belemerültem a dolgokba, nem elgondolkodni, hogy vannak nekem szuper történeteim, szoktam ilyen kis fantasy történeteket is írni, hogy milyen jól megy egy karakter. Tehát, ugye, mert van ennek a cosplaynek olyan műfaja is, ugye originál, saját karaktert is meg lehet formázni, nem csak egy már híres létező karaktert. És azt hiszem, ez az a vonal, ami leginkább engem belemerített és megfogott. Főleg ezek az olyan karaktereim, amik valamilyen különlegesebb népcsoporthoz tartoznak, és felmizgalom mindig egy-egy kiegészítőket elkészíteni, olyankor csak utána járás előzi meg a dolgokat, mert ugye a tényleges munkát. Aztán még egy fontos dolog, amit a rendezvényekkel kapcsolatban eszembe jutott. Most már itt Sárváron, mikor is, igen, 2019 nyarán a párommal, akkor még nem volt a férjem, megalapítottuk Sárváron az Anime klubot, ami szintén egy ilyen kis támogató közösség, tehát animációs film, képregények, japán kultúrát is ugye népszerűsítjük. A Nádászi Kultúra is viszont keretein belül működő hivatalos klub, tehát voltak már mitjeink, találkozóink, vagy már egy nagyobb rendezvényünk.
tehát az Osirakon, hogyha esetleg érdekel, akkor minket is küldhetek, vagy mondhatom, hogy ez a Nádasdi könyvtárnak, a Sárvári Nádasdi könyvtárnak az oldalán elvileg még ott van, tehát erről cikkek is születtek, meg a Sárvári tévében is benne voltunk. És hát sajnos most ez a korona helyzet most egy kicsit visszavetette a klub működését, de reméljük, hogy ha lecseng ez a dolog, akkor újra tarthatom találkozókat, rendezvényeket itt a Sárvári várban, amik Japánnal kapcsolatosak. Igen, amúgy egyébként azon a rendezvényen, az Osirokonon, amit csináltunk, ez egy avató rendezvény volt, klub avató rendezvény. Igazából az egy kisebb kon volt, tehát volt cosplay verseny is, ahova a szakavatott zsűrit hívtunk meg Budapestről, és az ország minden területéről jöttek el cosplayerek, akik megmutatták a tehetségüket, a legújabb munkájukat, és az első három helyezett díjaztuk is. Hogy fogadták a körülötted élők a hobbidat? A körülöttem élők. Na most, hát apukám ez konzervatívabb, mert mindig attól félt, hogy mindig egy kicsit különc volt az iskolában, és aztán mindig attól féltek, hogy nehogy bántsanak furcsaságaim miatt, ugye azért az iskolában, itt Magyarországon jártam, ahol akkoriban még nem voltak ezek a dolgok ismertek, sem a képregényesen, az animációsfilmek, és hát eleinte volt, ez kicsit nehéz volt, de aztán utána apa is inkább lehetett támogatni. Anyukámmal ilyen téren nem volt gond, igazából a szüleimmel sem nagyon, baráti körömet meg eleve ugye úgy alakult, hogy hasonló érdeklődésekkel barátkoztam inkább. Iskolácsként kicsit magamnak valahol is voltam zárkózottabb, de ebben is nagyon segített ezek az anime klubok, és ugye ez a rossz kérdés, hogy egy kicsit sokan mondják, hogy persze biztos, akiket ezek a dolgok érdekelnek antiszociálisak, meg nem járnak szívesen közösségébe. Hát én, amikor még nem voltak ilyen barátaim, nem voltak még ilyen rendezvények most megyében, nem volt annyira feltakott dolog, úgy magammal próbálkoztam utána járni ugye a dolgoknak, de akkor még nehezebb volt barátkozni. Hát eleinte volt, akivel nehezebben ment a dolog, és volt, akivel könnyebben, meg ugye onnantól egyre több barátom lett, de egyre inkább belemerültem ezekbe a dolgokba, hogy gyakorlati értelemben most jelmeteket csinálom, hogy részletek ilyen klubokban, most már párom van, hogy a saját klubot is alapítottam, most már minden családom elfogadja ezeket a dolgokat, és támogat minket, úgyhogy már szerencsésnek mondhatom magam. Igen. Melyik a legviccesebb élményeid? A legviccesebb élményeim? Kosszéljel kapcsolatban? Igen. Jó kérdés. Na, most megfogtál, most kicsit gondolkoznom kell. Ja, igen. Jó részt azok, amikor emlékszem, amikor még Szombathelyen laktam, és busszal kellett elmennem Kiskonra, a Szombathelyen is volt a Kiskon kis rendezvény, és hát furba voltam öltözve, akkor azt hiszem pont az imélyesest köszönjem, én is voltam ilyen helyzetben, hát voltak érdekes tekintetek a buszon. És hát ez elég fencsére senki nem bántott miatt, de elég vicces volt, hogy néhányan megmosolyogtak, vagy a nénik egy kicsit megdöfenyedve, hogy úristen,
vagy ahova készülök, hova mehetek. Meg volt olyan is, amikor taxival mentem, egy, akkor nem Konra, hanem Japán napra, Szombathely Japán napra, és hát az adott, ahhoz a cosplayemhez voltak kardok is a hátamon, és először megijedt a taxisofőr, szerencsére apukám azt jól ismerte, apukám barátja volt a taxisofőr, hogy hát, úristen, mik azok a kardok a hátamon, és akkor kérdezett tisztes megjegyzéseket, de felem korából sem volt különösebben probléma. Hát többnyire ilyesmik voltak vicces dolgok, vagy miután készülök egy ilyen rendezvényre, és akkor túl jelmezben éppen utaznom kell oda. Hát, nem is tudom, még gondolkodom. Ja, igen, olyan is volt, ez is nagyon jó volt. Hát is ez is azt hiszem, igen, ez is 2019-ben nyáron volt. Szombathelyen volt ez a Metricon rendezvény, ez egy új helyen volt. És akkor oda meg volt hívva Lippai László is, akiről ugye tudjuk, hogy kinek volt a magyar hangja, ugye? Szangokonak volt a magyar hangja. És hát akkor éppen egy ilyen... igen, akkor cosplay versenyen is részt vettem. Olyan cosplayen volt, hogy az egész tajam elő volt, mint a körből a szeretném, igen, a szemarának. És először, mikor meglátom, kicsit megijedt tőlem, aztán mikor megijedt, és akkor elhúzta a hajamat, aztán akkor megnyugodott, hogy jó, hála Istennek! Tehát emberi lény van a sok háj alatt, aztán utána csináltak rólunk közös fotót, nagyon volt nagyon. Hát igen, az nagyon komoly élmény volt egyébként nekem az a Metsuponos cosplay verseny, amit részt vettem. Az első igazi nagy cosplay verseny, amit részt vettem. Sajnos a mondokonom még nem voltam. Oda nagyon sokat készültem, még performance-ot is kellett csinálni, külön videót is kellett csinálni, amire ugye a performance-ot megcsináljuk, az előadást, karakterjelenti dolgokat gyöntetni. És hát ott nem is gondoltam volna, de első helyezett lettem. Miteme a szellemvilág hercegnője, az volt a karakterem. Ez egy különleges karakter, mert ennek nagyon szépen felépítettem a nagy történeten belül a jellemét, meg ugye, hogy mi a feladata, ő a zajvilág és az élők világa között. Kalauzolja a lelkeket, és tud közlekedni a két világ között, és van egy különleges lótusz. Hát nem hoztam, egy lótusz virágja, ami világít, azt saját magam terveztem, meg annó a Mondó magazinban írtam is róla egy ilyen kis cikket azzal kapcsolatban, hogy hogyan csináltam, meg hogyan terveztem meg azt a lótusz virágot. Tehát, hogy azzal világít, és azzal vezeti a lelkeket, ugye, ennek a világító fényére, meg volt neki varázserejű kardja is, meg egy legyezője, amit úgy csináltam meg, hogy mindenféle fekete-fehér papírcseresztő virágok. Azokat is egyenként ragaszgattam, hújjanak ki, miközben táncolok a legyezőkkel. És volt egy fejdíszem, ami itt lent folytatódott. A lenti része az sima bekapcsolós volt, elemes bekapcsolós. Volt egy ilyen nagy köntös, amit itt levettem, és akkor alatta világított az egész ruhám. Azt a tánc végén tettem be, és amikor a legutolsó pillanatig volt, akkor a fejdíszem az programozva volt, ilyen világító nagy fehér virágok, amik ledes virágok, amik programozással voltak
Szóval be voltak programozva, hogy a telefonról felessen kapcsolni már a világítást. Párom ott volt a közönség soraiban, és nála volt a telefon. És amikor a megfelelő pillanathoz ért a performance, akkor ő bekapcsolta a feldíszemet, és akkor olyan volt, hogy teljesen magától kapcsolódott volna az egész világítást. Az embereknek, igen, azzal volt a legtöbb munkánk, van egy jó barátunk, aki nagyon jött a programozáshoz, és mutatott nekünk dolgokat, megtanított minket pár dologra, és beprogramoztuk a fejliszt. Igen, hát ez nagyon izgalmas élmény volt. Van kedvenc fotósod, akivel együtt dolgoznál? Nos, az a helyzet, hogy igen, volt egy olyan eset, amikor kedves barátnőmnek a testvére fotózott, például ezt a mongolos cosplay-emet itt a Sárdári Arborétumban. Vele is szerettem dolgozni, de az csak egy alkalom volt, meg egy kedves fotós barátom is él Szombathelyen, most már saját műhelye van neki, bocsánat. Ugye ez a Mihály Tamás, nem tudom, hogy ismered, de ő az egyik bótbabás cosplayemet fotózta le a várnál, de igazából csak ővelük volt szerencsém dolgozni. Az összes többi képet, amit így a Facebookon itt ottam, ott lehet rólam látni, hát azokat bizony. Jaj, még a Bődi Piroska, igen, volt egy fatündéres cosplayem, amit ő fotózott be, de ő szakmájában tekintve nem fotós, hanem tekintve fotózáshoz. Az összes több végen, amit rólam lehet látni, azt mind én fotóztam, jó részt telefonnal, és magam szerkesztettem meg a hátulat is mindent, úgyhogy azóta már kikupálódtam, rákényszerültem ezekre a dolgokra, hogy magam csináljam a dolgokat. Ugye most ebben a koronahelyzetben amúgy is óvatos vagyok, ezt meg egyelőre. Most minden magam csinálgatok. Szerkezgetek. Vagy következő tervem az, hogy videót is szépen megtanuljak szerkeszteni. Vagy most ezen dolgozom, fáradozok. Igen, tehát például erről a Amazon miai indián lányos cosplayemről is, ami fotósorozatot esetleg láthattatok, azokat is én csináltam meg, itt a kis udvarom, telefonommal, magam szerkesztettem, úgyhogy ez teljesen saját munka. Igen. De most többen ajánlották már itt Facebookon is, hogy szívesen segítenek, cosplay-el foglalkozó fotósok is. Egyelőre annyiban maradtunk, hogy ha majd itt vége lesz ennek a cirkusznak, ennek a járványos cirkusznak, akkor esetleg megpróbáltam megbeszélni időpontot és csinálni közös projektet is. Igen. Mennyire vagy kritikus a saját munkáddal szemben? Hát megmondom őszintén, eléggé az vagyok, tehát ugye, mint minden művész lélek, törekszünk ugye a tökéletességre, ugye a mi saját magunk szerint tökéletes, hogy jól alakuljon. Úgyhogy hát igen, nekem is volt pár nehéz pillanatom, amikor újra kellett csinálnom dolgokat, vagy eltörött valami, valamelyik kiegészítőm, hogy nem volt megfelelő az anyagválasztás, és azért kellett újra csinálnom. Úgyhogy, hát igen, ezek kisebb buktatók előfordulhatnak, de hát mindenhol van az életben. Ilyen igyekszek minél többet fejlődni, minél több dolgot kipróbálni, és minél jobb dolgokat alkotni. Hát, próbálkozom, igen, de igyekszek mindig minél jobb dolgokat kiadni. Ez az jó, igen.
Ó, még amire nagyon, amit még nagyon-nagyon sokat pillódtam, volt egy boszorkány seppő, amit magam csinálta. Annak minden egyes gályát itt az udvarom, meg az udvar előtt pont egy favágás volt, kerestem össze, és gyors kötözővel illesztettem össze, hogy ki kellett válogatni megfelelően, hosszúan kulabnát be lehessen igazítani őket. Aztán később ugye készítettem is égősort, raktam rá szép készen égősor, mindenféle denevéreket, amit ugye illettek hozzá, meg van nekem egy kedvenc voltom, ez a kik, ahol nagyon jó ledes dolgokhoz lehet hozzájutni, amik szuper koszpai alapanyagok, meg hát ugye az anyósom is ugye vállalkozó, virágboltja is van a pár nagymamájával, és ugye vele be tudok jutni virágmesterbe, és szombatai virágmesterbe, és nagyon jó alapanyagok vannak ilyen tündéres, meg természetkarakteres koszpélyekhez, névirágoktól elkezdve szinte mindent szeretek kicsit bevásárolni egy-egy ilyen nagyobb projektem előtt, és igen, vannak néha nehéz pillanatok, például azt a cseppet is kétszer kellett küldetni, nem, de ez elkészült, és az áprilisi mondóban pont, igen, ott, még nem akarom elkiabálni, de lehet, hogy hamarosan újra tudok kell előröffolni, ezúttal ezek az etnokoszpély karaktereim, hogy ugye honnan jön az egész etnokoszpély, ezt kevesen ismerik ezt a kifejezést. Azok a koszpélyek, ahol ugye hagyományos létező népeknek a ruháit, kiegészítőit is megalkotja, tehát a karakterébe veszi hozzá, teszi. Nekem sok olyan OC karakterem van, ami és valamilyen különlegesebb népcsoportban szállnak, és ezekből is szeretnék majd fotóknál közölni és mesélni róluk, ugye, hogy nálam ez az egész. Hát igen, vannak nehéz pillanatok, vannak jó pillanatok, azért még is azt mondanám, hogy minden nehézség ellenére, ami ugye koszpélykészítés közben is felmerülhet, vagy akár fotózás közben, vagy akár performance-ra készülés közben volt, mert amikor például a Mitamás versenykoszpélyemnek a performance-ra gyakoroltam, párszor a falnak mentem neki, és újra kellett kezdenem, nem volt olyan sok olyan akkor próbálni. De mégis azt mondom, hogy tényleg az az élmény, az akkor leírhatatlan, amikor elkészülsz a munkáddal, és végignézed, és sikerült, és úgy érzed, hogy jó lett, és megcsináltad, az leírhatatlan, és mindig megéri újat, és újat csinálni, úgy gondolom, egyszerűen az izgalom, hogy valami újat alkotsz, és befejezed, és kész vagy vele. Ez nagyon felemelő szerintem, úgyhogy megéri mindig újra és újra belefogni a dolgokba. Úgy gondolom. Igen? Milyen tartalmakat fogyasztasz szabad időben? Milyen tartalmakat? Hát igen, úgy említettem ezeket a ugye, animéket, mangákat, japán animációs filmek, képregények nyilván. Azokat is előszeretettel fogyasztom. Elsősorban online, főleg animéket online szoktam letölteni és nézni, de vannak hát a pár másodpercet tudsz várni, akkor tudok hozni, vannak eredeti japánba származó japán mangáim is, azokat már felszok, jól olvastam, hogy lehet, hogy majd
Hát, ha majd lehet újra utazni, majd rendelni fogok, akkor lesznek eredeti ilyen japán antológiák. Ugye azt kell tudni, hogy még Magyarországon például, meg Európában is úgy vettem észre, hogy elég drágák ezek a mangák, és általában egy történet tud bennük csak. Na most Japánban leginkább a legnépszerűbbek, meg a mindenki leghozzáférhetőbb forrás az az, amikor interneten kívül persze, az amikor akár egy vasútállomáson, vagy egy kisboltban is hozzájutnak, vannak ilyen szép nagy telefonkönyvmagyarságú manga antológiák, amik havonta jelennek meg, és egyszerre több történet is fut bennük, egyszerre, és minden hónapban szavazhatnak az olvasók, kérdőiveket tesznek fel, ugye a látható, hogy melyik tetszett nekik legjobban, ugye amelyik legkevésbé népszerűbb, azt a sorozatot azt nem kérdezett az antológia, hogy szegény alkotónak, aki ezt az adott történetet felelős, máskor kell megjelenteni, továbbá is meg kell jeleníteni ugye az alkotását. Igen, mondott, szeretettel rendszeresen fogyasztom, ugye? Ha már itt előtt a dolog, volt, amikor volt szerintem szokat is írni bele. Hát ez egy shoujo antológia, tizenéves lányoknak, ugye? Látjuk, hogy a lányos stílusa van. Itt vagy? Igen, itt vagyok. Igazából. Szoktak benne lenni ilyen kis mini poszterek. A négy csánta is jó. Ez volt a legalanyosabb történet benne. Igazából. Aztán van egy szénén antológiát is hoztam, egy kisebb. A fiatal férfiaknak íródott, de igazából mindenki már azt csak annyi, hogy ebben komolyabb hangvételi történetek vannak, krimik elsősorban, elgondolkodhatok történetek, és más a stílusa, más a rajzolás stílusa is, nem annyira. Babos-babos kislányos. Nem tudom, mennyire látszik, hogy mutatom. Igen. Jobbról balra olvassuk, azért itt van a tartalom jegyzék. Rétezerek összek, mert már régen voltam bizony. Vagy... Természetesen... Filmekből, hogy általában azokat szeretem, élőszereplős filmekből, nyilván azokat is, amit animációs filmből lett ugye megélő szereplősítve, vagy az ilyen elgondolkodható, fantasy sci-fi-sebb filmeket, sorozatokat. Hát, sajnos már új elemet kell rakni bele, de ezt szépen világítva. Végül sok. Ez a vége. És a főnek. Ja, akkor nem, viszont a virágról.
Ez a világot. Elveszik. Okay. Igen, ma már Japánnal kapcsolatban, ugye. Vannak olyan japán nyelvet és kultúrát, amit tanításával is foglalkozom magántanárként. Hát most csak online, ugye, miatt a helyzet miatt, de egyébként személyesen és online is kaptam tanítványokat. Van több olyan műszakű érdekel ez a világ, és természetesen koszteljeskedik. De olyan tanítványom is vannak, akik részt szoktak venni a rendezvényeken, akár mondok valamit, és nem tudom, amit a tanítványom is tudom, igen. Hogy képzeled el magad 10 év múlva? Ó, hogy minden 10 év? Nagyon érdekes. Hát, ez nagyon izgalmas kérdés. Először is remélem, hogy vége lesz ennek a járványos cirkusznak, és végre újra beindíthatjuk, fejleszthetjük ezt a japán klubunkat itt a könyvtárban, és sok szép rendezvényt tudunk majd újra csinálni nektek. És hát ez az egyik, amit nagyon remélek, hogy szabadabb lesz a életünk, és vége ennek az egész cirkusznak. Hát azon kívül igazából én most szerencsésnek mondanám magam, tehát olyan dolgokkal foglalkozhatok, amiket szeretek csinálni, legfeljebb annyi, hogy ezekben még tovább fejlődhessek. Én szeretném elképzelni magam 10 év múlva, hogy ezekben még többet fejlődhessek. A japán klubot is még jobban felfutathassuk. Meg, hogy itt legyünk egészségben, életerősen, és aktívan fárba is az életben. Köszönöm, hogy sikerülni fog mindenkinek. Meg, hogy itt Vas megyében is, meg itt a környéken is, egyre többen megismerhessék, hogy megszerethessék Japánt és japán kultúrát, és az egész japán koszlóes, animációs filmes, képregényes világot egyre több fiatal megismerhető, és ezáltal akik zárkózottabbak is, mint én voltam, barátokra lehessenek szert, kimozduljanak a csigaházukból, és aktívan élhessenek. Remélem, hogy igen, remélem, hogy ebben, hogyha a klubunk újra beindul, akkor továbbá is segíthetünk környékbelieknek, fiataloknak. Remélem. Igen. Aztán, hogy mit hoz még az élet, nyilván tehát csak váratlan fordulat, új dolog. Lényeg az, hogy lesz egészségben, és fel tudjak nőni a feladatokhoz. Nyilván. Hát a kérdéseim végére értünk. Köszönöm a válaszokat. Nagyon szívesen. Én is köszönöm a lehetőséget.